Sok szeretettel köszöntök minden kedves nézőt. Juhász Gyuláról, a Nyugat folyóirat első nemzedékének egyik nagyjáról szeretnék beszélni, aki 1883-ban született Szegeden, az Ipar utca 13-ban, és ennek azért van az életrajzon kívül még jelentősége, mert nagyon erősen kötődött Szegedhez és a Tiszaparthoz, és bár a Nyugat első nemzedékéhez tartozó, a legnagyobb nevekkel barátságban levő költő volt, mégis ő lett leginkább a provincializmusnak a képviselője, hiszen Szegedre költözött vissza, és ott élte le életének nagyobbik szakaszát. Abban a szobában lakott fél évig a Nagy Petőfi kisfia, amelyben én születtem, írja egyik rövid önéletírásában, és már 12 évesen elkezdett verselgetni, például írt egy opera librettót is, amiből persze nem lett zenedráma. Elgondolkodtam, hogy én is akartam annak idején opera librettót írni, csak megfeledkeztem róla, és talán lehet, hogy ezért nem lettem költő. Ő viszont 16 évesen már a Szegedi Naplóban is megjelenik, két versét hozta az újság. 1902-ben került Budapestre, az egyetemre, és 1906-ig járt a bölcsészkarra, ahol a Négyesi László vezette szemináriumban, megismerkedett Babits Mihállyal, Tóth Árpáddal és Kosztolányi Dezsővel. 1908-ban Nagyváradon pedig annak a írócsoportnak lesz egyik tagja, akik a Holnap antológiát adják ki, először 1908-ban, aztán 1909-ben, és az 1908-as kötethez ő ajánlja Babits Mihály néhány versét, ő viszi el ezeket a verseket, és erre Babits Mihály nagy hálával emlékezik, majd 1923-ban, hiszen Juhász Gyulát tekinti annak a barátnak, aki bevezette őt a modern irodalomba. 1923-ban lett 40 éves Juhász Gyula, és ekkor írói jubileumát is, 23. évfordulóját ünnepelték a barátok a Tiszaparton írói indulásának, és a dián látszik is, Juhász balján Kosztolányi Dezsőt láthatjátok, jobbján pedig Babits Mihály. Ez a negyedszázados költői ünneplés, ez egyfajta viszonzás Babicsék részéről Juhász Gyulának, az önzetlen személyiségének. 1929-ben meg is kapja a Baumgarten-díjat, és utána még 30-ban és 31-ben is, tehát igyekeznek megtisztelni őt írói teljesítményért. Tanári képesítést szerzett, és több helyen is tanított az országban. A térképen látni, hogy mennyire kiszámíthatatlan volt a korabeli oktatáspolitika a minisztérium, hiszen teljesen random nevezték ki a tanárokat a különböző iskolákban állásba. Máramarosszigeten kezdte a tanári pályát, utána Lévára helyezték át, majd Váradon tanított, ami az első kedves helye volt, aztán katapultszerűen átirányították Szakolcára, a Morva határ mellé, amit egyfajta Ovidiuszi számüzetésként élt meg, mintha Ovidiuszt látnánk Tomi településen, majd sikerült Makón elhelyezkedni 1913-ban. Ez lesz az utolsó tanári állomás helye. Ez van legközelebb Szegedhez és az édesanyjához is, akihez ragaszkodott. 1929-ben az Orbán lelke című kisregényében írta meg tanári pályájának a hangulatait, eseményeit fiktív alakba öltözve, ugyanis önéletrajzot Juhász Gyula nem szívesen írt, bár nem vonult vissza teljesen a magányba, de nem szívesen nyilatkozott magáról. 1918-19-ben ráadásul aktívan érdeklődött a politikai változások iránt, a szociális kérdések iránt, például Szegeden a Szocdem pártnak a tagja is lett 1919-ben. 1919 április májusában
a tanácsköztársaság időszakában Szegeden vállalta a színházi direktórium elnöki pozícióját, hogy jó előadásokat rendezzenek a munkás nézők számára is. 1919. júliusában pedig a Munkás otthon homlokára című versében üdvözölte azt, hogy a munkás tömegek számára is megnyílik a művelődésnek a lehetősége. Beszédet mondott később a Munkás könyvtár olvasótermének a megnyitóján, és a Munka című szegedi szociáldemokrata lapnak a munkatársa is volt, munkás szemináriumokon tartott előadásokat. Ő írja egy helyen, Bush kaszárnyából lesz még egyszer boldog munkás otthon, ez a világ. Úgy lehet így utólag értékelni, hogy egyfajta utopisztikus szocialista elveket képvisel, távol állt a bolsevizmusnak az erőszakos gyakorlatától. Verses köteteinek a címét viszont nem sokan ismerik az utókorban, hiszen nem a kötet címek voltak számára a legfontosabbak, nem ciklusokba szervezte a témáit, mint kedves költője Adi. Ezért ezen a dián szeretném megmutatni, hogy több kötete is megjelent az évek során, először 1906-ban a Juhász Gyula versei, és egészen 1935-ig, amikor a Fiatalok még itt vagyok című kötete volt az utolsó, Babits Mihály előszavával, rendszeresen jelentek meg kötetei. 1929 volt pályájának talán a csúcspontja, ekkor jelent meg válogatott verseinek kötete a Hárfa, és prózai műveinek egy válogatása a Holmi, és ebben az évben kapta először a Baumgarten díjat is. Babits Mihály Juhász Gyula verseit röviden, frappánsan fogalmazta meg. A versek rövidek, könnyűek, édesek, a költő azonban nehéz lelkű és keserű. Tóth Árpád, aki a másik barát volt a nyugat első generációjában, azt írja, furcsa, halk, titokzatos zene ez. Tóth Árpád fogta meg talán leginkább azt a hangulatot, ami Juhász Gyula verseiben megjelenik, és ebben Paul Verlaine, francia szimbolista költő, esztétikai elveit közelítette meg leginkább Juhász Gyula. Szerb Antal pedig azt írja irodalomtörténetében, a magánosság költője ő is súlyosabb, végzetesebb ecsethordozással, mint a többiek. 1925-ben egy nagyon szép lírai önarcképében megemlíti Juhász Gyula azokat a költőket, akiket példaképeinek tekint, és önmagáról is ad egy nagyon szép portrét. Hadd olvassam fel a Téli éjszakákon című versét. Az emberek, az élők és halandók elmúlnak tőlem lassan, csöndesen, és becsukodnak minden földi ajtók, és beborul egem és életem. Az ifjúsággal a szerelem elmegy, a mennyei és földi szerelem, az örömök utolsót énekelnek, s a bánatok maradnak csak velem. A bánatok, s a régi boldog ősök, magyar költők, tündöklő, végtelen dicső sorokban az áldott elődök, ők súgnak szellemhangokon nekem. Balassi, Csokonai és Petőfi, arany, tömörkény, és én figyelem-e hangokat, mint darvakat a téli, magányos, hűvös, ködös éjjelen. Lelkem szeme szent röptüket idézi, s hozzájuk hangolom az énekem. Önmagát Juhász Gyula úgy jellemezte, mint a magyar bánat és az emberi részvét költője. Szabó Lőrinc kritikusabban, leleplezőbben pedig így fogalmazta meg Juhásznak a habitusát. A költői kishitűség bénított ezt az embert egész életében. Juhász Gyula tájköltészetében, amiről most szeretnék részletesebben beszélni, a Tisza a központi motívum. Egyrészt meghatározta személyes életét a folyó közelsége, a házuk az Ipar utca 13, alig 100 méterre volt a folyótól, de ő a Tiszában a nemzeti karaktert megjelenítő természeti jelenséget is látott. Legmagyarabb folyónak nevezte, szent folyónak nevezte, vagy vizecskének, ahogy kedves prózaírója Tömörkény István. Szerelmes szívvel simult a Tiszához, írta Péter László, aki a monográfusa Juhász Gyulának,
És az ő tiszaképe nem földrajz, hanem lélekrajz. A Tiszai Csönd című verse 1910-ben született, szeretném ezt most felolvasni. Hálót fon az est, a nagy barnapók, nem mozdulnak a tiszai hajók. Egyiken távol harmonika szól, tücsök felel rá csöndben valahol. Az égi rónán ballag már a hold, ezüstösek a tiszai hajók. Tüzeket raknak az égi tanyák, hallgatják halkan a harmonikát. Magam a parton egymagam vagyok, tiszai hajók, néma társatok. Ma nem üzennek hívó távolok, ma kikötöttünk itthon álmodók. Kosztolányi szavai erre a versre is nagyszerűen alkalmazhatók. Kosztolányi azt mondta Juhászról, nyelvi fogások és bűvészkedések nélkül idéz elő bonyolultan finom érzéseket. Ebben a táj leírásában a látványelemek, a Tiszához kapcsolt látványelemek egy atmoszférát teremtenek, és nem a tájnak egy átfogó képét rajzolja, hanem az költői én lelki állapotát vetíti ki a környezetre. Impressionista elégiának is lehet ezt a verset műfajában nevezni. Ütemhangsúlyos a verselése, és jambikus lejtéssel is lehet olvasni, tehát ilyen szimultán módon is hangzik. Adi tízesnek hívják ezt a 10 szótagos sorokat. Két soronként szervezi a versszakokat. Talán ez a legegyszerűbb magyar versformák közé sorolható versforma. Az első két versszak a hajó toposznak a megjelenését mutatja. A hajó ugye gyakran az emberi sorsnak is, nemzeteknek is, közösségeknek is a toposza, tehát egy közkedvelt kép. Ebben a versszakban, a két versszakban ezeket a tiszai hajókat mozdulatlanná varázsolja az este. Az estet egy nagy barna pókkal azonosítja, a metafora, rendkívül eredeti metafora, hiszen a pókoknak a hálója foglyul ejti azt a valóságot, amit befonnak, és a hajó is így vesztegel ebben a versben az első két versszak alapján, és megjelenik a második versszakban a harmonika szó és a tücsök ciripelés, amely azt a csendet mélyíti el, amely a versnek az atmoszférájában szinte tapinthatóvá válik. Ez a csend nem fenyegető, nem ellenséges csend, éppen ezek a finom hanghatások teszik rendkívül hatásossá. A harmadik, negyedik versszakban az égi és a földi világnak a harmóniáját rajzolja. Az égi rónán ballagó hold, olyan, mint egy vándor, és a tüzet rakó tanyák, ezek a csillagok, melyek várják az utazókat biztonságos otthoni atmoszférával, a közelnek és a távolnak a világát kapcsolja egységbe ebben a verszakban, azzal, hogy tanyákként azonosítja a csillagokat, és ballagó vándorként a holdat. Ráadásul a szín hatás is rendkívül finom, hiszen a hold fénye ezüstössé teszi a tiszai hajóknak a képét. Az ötödik, hatodik verszakban jelenik meg a költői én a versben, ekkor lesz személyes a versnek a világa, és ez a költői én a versben némaságával a magányt sugározza, és egyfajta veszteglés állapotát jelzi, hiszen magát a tiszai hajókkal néma társként összekapcsolja. Ez a veszteglés, ez a mozdulatlanság egyfajta belenyugvást is jelent a sorsba, hiszen azt írja, hogy kikötöttünk itthon, tehát egyrészt azonosul a hajóknak a helyzetével, másrészt azonosul saját lelki állapotával és lehetőségeivel. A két felkiáltó mondat, az ötödik és a hatodik versszak felkiáltó mondatokkal záródik, azért erős érzelmi feszültséget is ad ennek a két versmondatnak. Tehát bár a lélekben nincs már meg az erő egy romantikus kalandra, a távolok már nem hívják, de azért a készültség, a feszültség ott van a beszélőben.
1912-ben született a Magyar táj, magyar ecsettel című tájleíró verse. Ez egy szonett. Felolvasom a verset. Kis sömjék szélin tehenek legelnek, fakósárgák a lompos alkonyatban. A szürke fűzfák egyre komorabban guggolnak a bús víz holt ága mellett. Távolba néznek, és a puszta távol egy gramofon zenéjét hozza nékik. Rikácsolón, reketten ide rémlik, a pocsétában egy vén kácsa gázol. Az alkonyat, a merengő festő fest. Violára lemenő felhőket, s a szürke fákra vérző aranyat ken. Majd minden színét a Tiszának adja, ragyog, ragyog a búbánati szapja. Magyar táj. Így lát Mélán egy magyar szem. Horváth János irodalomtörténész a következőkben próbálta Juhász Gyulának a költészetét megragadni. Juhász Gyula általában a régi, szabályos strófa mintákkal él, jól hangzó, de nem tüntetőleg érvényesülő lejtési menettel és rímeléssel. Szabad sorú csapongás, szabad vers éppen nem csábítja. Annál inkább a szonett, mely mind szerkezeti szankciójával, mind korlátolt terjedelmével kellő keretbe ölelve adagolja az ő örök egy mélabúját. Juhász Gyulának Péter László számításai szerint legalább 300 szonettje van, tehát szerette ezt a versformát. Ha megnézitek a dián, jellemzője a szonetnek, hogy az első két versszaka, a quartina, az négy soros szakaszokból áll, a harmadik, negyedik versszak pedig a tercina, az három-három soros szakaszokból áll. A előző vershez hasonlóan ezt az örök egy mélabút, amit Horváth János is említ, felerősítik a hang és a fényhatások ebben a versben. Látjuk, hogy itt is gramofon zene szól, amit kicsit megriaszt egy kacsának, egy kácsának a rikácsolása váratlanul. A színekben pedig a viola és az arany színek jelennek meg, és a végén pedig az egész képnek a összegzésében azt a Tisza ragyogását látjuk, és a búbánat iszapját, amelyik szintén egy nagyon érdekes metafora ezzel a mélabúval és szomorúsággal összekapcsolva. A sömjék a vers elején vizenyős mocsaras helyeket jelentenek, ahol ugye a tehenek legeléséről olvasunk. A tehenek jelzője pedig átkerül a második sorban az alkonyat jelzőjeként. Azt írja, fakó sárgák a lompos alkonyatban. Ezt a jelző átvetést, ezt nagyon szereti Juhász Gyula, máskor is alkalmazza, tehát nem a tehenek mellé kapcsolja a lompos jelzőt, hanem az alkonyattal kapcsolja össze. A fűzfák pedig komor pásztorok formájára guggolnak, a búsvíz holt ága mellett, ők hallgatják a gramofon zenét, egy nagyon szép megszemélyesítése a fáknak. A tercinákban, tehát a harmadik versszaktól látjuk a költői énnek a megjelenését a tájban. Az alkonyat lesz itt a merengő festő, aki az impressionisták kedvelt napszakaként jelenik meg, festőként megszemélyesítve. A magyar szem pedig az utolsó versszak végén metonimikusan jelöli azt a költői ént, akiről beszéltem, hogy megjelenik. Ő az, aki nézi a tiszai tájat, zárójelben, ugye az utolsó sor zárójelben van, mert a táj sugallta hangulat van a középpontban, és nem az ő személye, nem az ő személyisége. Nagyon szerette Juhász Gyula azokat a festőket, az Alföld festőit, akik ezt a tájat a századfordulón festették, kiállításaikra járt, újságcikkeket írt róluk, olyanokról beszélek, mint Tornyai János, Koszta József, Rudnai Gyula, vagy Endre Béla. Endre Bélának egy képét is láthatjátok, az egyik dián, Tiszai táj című képe, ami valószínűleg Juhász Gyulát is megihlette. Olvadáskor című versét 1914-ben Endre Béla egyik képe alá írta.
Jön a tavasz már, a magyar tavasz, a hallgató hó olvadásba fog. A vén magyar nap áldott hőt nyilaz, a Tisza indul, most vigyázzatok. A Tisza indul, téli bánatok terhétől részeg, s árad délfele, vigyázzatok, medrében háborog szláv és magyar keservek serege. A szláv és magyar keservek jelzi, hogy Juhász Gyula költészetében a táj elemek között egyszer csak megjelenik majd egyfajta politikai, szociális töltés, ahogy Adinak a Duna vallomása című verse is fogalmaz a szláv, olá és magyar bánatnak a egyformaságáról. Lehet, hogy Juhász Gyulát is ihlette Ady Endrének ez a Duna vallomása című verse, hiszen Juhász Gyula szerette legjobban Ady Endre költészetét a nyugatosok közül. A Tisza ebben az Olvadáskor című versben a Kárpát-medencei közös sorsnak is lesz majd a tanúja, ahogy Juhász Gyula a forradalmi években, 1918-19-ben a tájverseiben is megjelenítette ezt a igazságot. 1918-ban írta a Magyar nyár 1918 című versét, amelyben már ezt a forradalmi töltést lehet érzékelni. Ez az Én vérem című kötetben jelent meg ez a verse. Pipacsot éget a kövér határra, a lángoló magyar nyár tűz varázsa. A Tisza szinte forr, mint néma katlan, mint izzó part ölelget lankadatlan. Sejem felhői sápat türkisz égnek, bolyongó vágyak mély tüzében égnek, s a végtelen mezőkön, szőkefényben kazlak hevülnek, tikkatak kövérem. Füllett a csönd, mintha üres a kaptár. Kelet is lustán szunnyad a magyar nyár. Mi lesz, ha egyszer szikrát vet a szalma, és föllángol e táj, e néma lomha? Ha megutálva száz herep pimaszt már, vihart aratva zendül a magyar nyár. Ez is egy egyszerű, két soros versszakokba szervezett szöveg, minden versszak egy-egy versmondat. A rímek, ahogy Juhász Gyula legtöbb tájleíró versében asszonáncok, tehát nem tiszta rímek, hanem a magánhangzók rímelnek. Egy tiszta rím van a versben, a harmadik versszak égnek szava, az az egy tiszta rím, a többi asszonánc. A forróságot, ami a vers középpontjában van, állapot leíró igék jelzik, a nyár szunnyadása például, és a jelzők erősítik ezt a fajta atmoszférát, a színhatások, opálos a fény, amiben néha egy-egy rikító pont jelenik meg, mint egy impresszionista festményen, ilyen rikító elem a pipacsoknak a megemlítése a versben, és a sorról sorra haladva az olvasó egyre inkább a feszültségnek a közvetítését is érezheti a sorokban. Az ötödik versszakban megjelenő kaptár képe, mint hasonlat, azt írja, füllett a csönd, mintha üres a kaptár. Az első olvasásra talán nem tűnik a versben a helyén valónak, de a végén a száz here pimasz megjelenésével, ha megutálva száz here pimaszt már, elnyeri az értelmét a kaptárképnek a jelentése is, hiszen a száz here pimasz ellentéteként lehet értelmezni a kaptárnak a népét, akik azért nincsenek a kaptárban, mert éppen nyári dologidőben kint szorgoskodnak a mezőkön. De mi lesz, ha elegük lesz már ebből az embereknek, hogy száz here pimasz helyett dolgozzanak? A retorikus fordulat az utolsó két versszakban feltett párhuzamos kérdésben jelenik meg. A kérdések a teret és az időt ragadják meg két szószerkezetben, és mind a kettőben már politikai tartalmat is lehet olvasni. Arról beszél a utolsó előtti versszakban, mi lesz, ha föllángol-e táj, ami ugye a térbeli elemet ragadja meg. Az utolsó versszakban pedig vihart aratva zendül a magyar nyár, itt pedig az idő, az évszak telik meg politikai tartalommal. Mindkét ige, a föllángol és a zendül is lehet a forradalmaknak az igéjeként is értelmezhető. 1929 után Juhász Gyula egyre inkább elhallgatott, egyre inkább háttérbe húzódott, a betegsége is egyre inkább erőt vett rajta.
szanatóriumba kellett járni, a szanatóriumban pihentek ki gyakran a feszültségeket, a lelki megrázkodtatásait. Egyik utolsó verse is a Tiszához szól, hiszen 1929 után már nem nagyon írt verset, 1937-es öngyilkosságáig. A Tiszához című vers személyes sorsának is, és a nemzet sorsának is az összefoglalását jelenti. Ezzel szeretném befejezni ezt a bemutatót. Te vagy szívemnek legrégibb szerelme, szép szőke tündér, édes bús Tiszánk. Hányszor álltam partodnál énekelve, míg benned ringott a magyar világ, a csillogó ég és a szőke fűzfák, a fűzfán varjú, felleg az egen. Nem hiányzik-e néked egy letűnt láng, egy kihunyt nap az én tekinteten? Köszönöm szépen a figyelmet.